Kanadában már december elejétől ünnepi fényben díszelegnek a városok, falvak, sőt a legkisebb települések is. És nem csak a középületeket világítják ki, hanem a magánházak is teljes fénypompában úsznak. Fényfűzérek a tetőkön, az ereszeken, égősor a kerítéseken, fénykábel a faágakon, itt egy óriási hóember pöffeszkedik, amott pedig rénszarvasokkal vontatott szánkón landulat élapú. Nem ritkán a betlehemi jelenet is életre kell, sőt, a mesebeli figurák is táncra perdülnek. Kelowna város büszkesége pedig ez a 40 méter magas, 25 ezer izzóból álló óriás fenyő, amely a reménységet, a boldog jövőbe vetett hitet szimbolizálja. A fények kavalkádja azonban néha jó ízlés határát súrolja, de hát valaki abban leli örömét, hogy teljes fényárba öltözteti a portáját, és várva várja a kíváncsiskodókat. A tengernyi szikrázó fény láttán az emberben önkéntelen is felvetődik a kérdés, vajon mennyibe kerül a háztartásnak egy ilyen dekoráció megépítése és fenntartása? It used to be high, but we changed everything to LED bulbs. Valamikor sokkal nagyobbak voltak a kiadások, néha a 2000 dollárt is meghaladták. Mióta felszereltük a kisfogyasztású LED-izzókat, már 600 dollárra csökkent a villanyszámla. Naponta akár 500-an is eljönnek megcsodálni a fényeket. A pénzadományokat jótékonyságú célokra fordítjuk. We're from Vancouver. Vancouverből jöttünk haza az ünnepekre, és a nagyszülők vezettek ide bennünket. Gyönyörű. A mi fénydekorációink ennek közelébe se jöhetnek. Éppen arról beszélgettünk, hogy mekkorák lehetnek a kiadások. Valószínűleg nem kevés. A hány ház annyi szokás, valamelyik ház gyönyörűen, és valamelyik gicsesebben van földekorálva a környékünkön is. Nagyon szeretünk a gyerekeinkkel végigvonulni a városon, megnézni csodálatos fényeket, de mi valahelyezért megnézzük a villanyszámlát és a költségeket is, hogy mennyibe kerülnek havonta. Ha már rendhagyó az utcai ünnepi fénydekoráció, akkor miért ne lehetne egyedi díszítés bent a házban is? Kanada szerte egyre népszerűbb a fejtetőre állított karácsonyfa. Furcsa új világ ez a javából, csak az üzenet maradt a régi. Békés, boldog új esztendőt mindenkinek!